Srácok, az előző részben egy saját szupermarketet nyitottunk, úgyhogy azt fogjuk most folytatni, a Tóti Zsúz legyen veletek, let's go! Mármint játék közben is. Este 9 óra van, már be kéne zárnunk, de még mindig jönnek a vásárlók. Amivel nekem semmi problémám nincs az ég egyött a világon. Ha nem látod az első részt, akkor csekkod le mindenféleképpen, de New York utcáin megnyitottuk az egyetlen szupermarketünket, és elkezdtük szépen építkezni az előző részbe, a mai részbe új termékeket fogunk beárazni a boltunkba. Én már megpecintettem a tuttimat. Már sajnos nagyon kevés van az alján, de egyszerűen oda kötött ez a játék, úgyhogy folytatjuk. Be kell zárni a boltunkat, mert már nagyon késő este van, de előtte megvesszük azt a licenszt, amit a játék ajánl nekünk. Azt mondja, hogy licenses, és úgy látom, hogy vizet, cheese, ezt meg fogjuk vásárolni. Elméletileg oszt az eget mennyi újításon mehetünk át. Elméletileg számlákat is kellene fizetni, de nem látom, hogy kaptunk volna számlát. Úgyhogy bezárunk, megnyomjuk az Entert, és nézzük. Kettő ember találta amúgy drágának a pasztánkat, de így is 31 dollárt szereztünk, úgy, hogy befektettünk 2 dollárt. A bottled water és a cheese. Oké. Purchase a fridge or shelf. Szóval kell vásárolnunk egy, 20 dollár a rent, meg ilyenek. Szóval vásárolnunk kell, ezt ne felejtsük el ma kifizetni, egy fridge-et, ami 200 dollár, ami rohadt drága. Azt még nem tudjuk megvásárolni, sajnos, de új termékekből. Először is elfogyott a... Muszáj kinyitnunk. Mert elfogyott a csokapik meg ilyenek, de nem tudunk addig vásárolni, mert nincs elég pénzünk. Tehát kell vennünk biztosan csokapikot. Aztán itt vannak újdonságok, mint a víz. Viszont ehhez fridge kell, úgyhogy az nem jó. A cheesehez is. A kaféhoz, ahhoz jó a shelf. Fridge. Szóval... Nem, ez shelf. Szóval most gyűjtenünk kell a pénzt mindenféleképpen, mert számlákat is kell fizetnünk, új termékek is vannak, kell vennünk fridged hűtőt. Ne kérdezitek, mindig mondom, úgyhogy jön is az első vásárlónk. Jó reggelt, kihányok! Ha lehet, jó sokat vásároljon, hölgyem. Ó, köszönöm. Oj, de jó a su, a hölgyek imádják a cukrot ebben a játékban. Úgyhogy a susu mindig becsúszik a hölgyeknek. Készpénzes fizetés, 5 dollár visszajáróval. Jöjjön máskor is! Thank you, come again! Ahogy a Simpson családban mondanák, 200 dollárért először is muszáj vagyunk venni egy-kettő élelmiszert még, ami nagyon fogy. Ami az olaj és a csokapik. Szóval olajat még rakjunk be. 53, ennyit minimum össze kell gyűjtenünk. Ez a hölgyem itt nagyon sokat vásárolt. Köszönjük szépen neki, 16 dollárért. Ígyni, úgyhogy szerintem meg is rende, még várja az úriembert kiszolgáljuk itt. Friss finom kenyere most jött a pékségből, még érezni fog a melegén. Ezeket megvásároljuk, meg is jöttek a cuccok, új jött két vásárló. Várjatok, mert lehet, hogy ehetnétek csokapikot, nem? Nem érdekelt titeket a csokapig? Addig lerakjuk ide. Ígyni, készpénz, 3 dollár visszajáró. Parancsolj, jó napot kívánok, friss finomságok. 1 dollár visszajáróval, azt az eget, de megkülditek. Köszi, 18 dollár, szuper, na. Hozom a friss finom csokapikot, hát most jött a gyártósorról, hol szokott lenni? Itt. Ígyni, a csokapiknik. Ez a legjobb csokapiknik. Várjál, még volt egy üres doboz, azt kiborítsuk. Nagyon jó. 49, úgyhogy én azt mondanám, hogy nézzük az első új termék, amit be tudunk tenni, az kaffi. De lehet, hogy megvárnám a hűtőt, mert szerintem a víz nagyon fog fogyni, úgyhogy most a célom az, hogy jó legyek társam oldalán. Az, hogy kifizessük a billeket, és akkor most gyűjtünk 200-ig. Megállás nélkül. Gyűjtsük. Oké, 50 checkoutunk megvan, megkaptam érte az achievementet. Hamarosan érkezik a víz a boltba, srácok, lányok. Innivalók is érkeznek, már csak tutti juice kellene. De mi az, ami még várjál, mert itt elfogyott. Elfogyott a kenyérből, már csak egy van. Tűha, azt is kéne el is rá, nem baj, most 200-ig adunk el. Kenyér helyett vegyetek csokapikot. Elfogyott a paszta is? Na, amit mindenki itt sírt, hogy milyen drága, az mégis elfogyott, nézd meg. Hűha, nagyon beindultak az emberek. Mármint, hogy természetesen legjobb volt a környéken, mert hát ugye ez az egyetlen.
Csokapik nagyon kapós termék. Én gyerekkoromban rengeteget ettem, imádtam. Úgyhogy értem én. Értem én. Elfogyott a paszta, és hú, nagyon, nagyon lekopaszították a bútyainkat, a polcainkat. Se baj. Köszönöm szépen, uram. Köszönöm, köszönöm. Meg kell vennünk a hűtőt ide is, vagy lehet, hogy ezt berakjuk ide az ajtóhoz, hogyha bejönnek egy nyári meleg napon, akkor egy tutit, hogy egy vizet tudnak pecinteni maguknak. Itt az úriember is lehet, hogy susut vesz, ahhoz jó lesne egy kis víz. A susuhoz. Oké, köszi szépen. Ó, nem talált slice breadet. Hát igen, ez probléma. Ez probléma. Sajnálom, nem jött a pékség reggel, nem volt fresh kenyér. Nem teltek róla. Na jöhetne megint a roham. De már 4 óra van. 9-kor meg zárás, meg zár a bót is. Na, mint a nagyker. Na hello, nincs meleged ebbe a nyári ízébe te? Vegyed az olajat. A susuval. Ú, a susus olaj a legjobb. Na gyere! Készpénz, termék. $85. Jaj, de szeretem az ilyet. Parancsolj. Nem volt black tea. Hát nem is volt. Sose volt. De majd lesz. Csak gyertek vásárolni. Nagyon úgy érzem, hogy muszáj lesz feltöltenünk a polcokat. Mert így nem lesz, hogy meg... Nem, nincs annyi cucc, hogy megvegyék. Gondolom majd ennek is kell valami. Nem, ennek pont nem volt panasza, ez megtalált minden, de hát na. Játékot sem értem. Adja itt nekem az objektíveket, hát ezt nem is tudok annyi pénzt szerezni. Mondjuk feljebb vehetném a cuccok árát. Senki nem panaszkodik, de hát az nem baj az, ha nem panaszkodnak, nem? Na úgy látom, itt csokapikos susu party lesz egy kis liszttel. Ez az, mennyi termék. Let's go. Köszi. Hát igen, még nincsen nekünk tojásunk. Nem is volt. Csak nekem 2. Sorry, már kezdek itt a boltos életbe belerokkanni agyilag. Ez a sok... Sok értetlen vevő. Nulla visszajáróval. Nem volt tojás, soha nem is árultunk pisztáciát, te! Na, 181 este 7 órakor 2 óránk van, hogy megvegyük a hűtőt. Ennyi? Egy lesz. Liszt lesz. Gyere már be onnan, már nem jön be. Gyere már be, valaki vegyen már még pár dolgot. Utána vennék hűtőt. Hogy vegyek fel hitelt a banktól? Hát ez már nem ezen a napon, az már max a következő napon. Na úgy csokapik. Még egy, yes! Nagyon jó, finom is ez. Azt mondja, hogy $12. Nem találtál tojást. Jó van, tojást is kell vennünk. Ha megvan a hűtő, veszek fel hitelt, jó? Következő nap, mert már csak 45 másodperc van a mai napból. Veszünk hűtőt, veszünk mindent, csak legyenek boldogok. Hú, a halálfeles úriembertől mindig félek egy kicsikét. Susu partit tartanak itt, úgy látom. Köszi, nincs paszta, hát igen. Sok minden nincsen mostan. Parancsoljon. Nem találtál vizet, nem is volt még idáig. Nem is értem, miről beszéltek. Most meg megint beindult a biznisz. Szuper, nem volt kávé, nem is volt még soha. Na de este 9 van, úgyhogy utolsó vásárlókat. Ezt teljesen lefosztották a boltot. Hallod, Mr. Smith a Matrixból teljesen lefosztotta a pócokat. Na. Zárul Mickey mókatára. Köszönjük szépen. Hát sok terméket nem találtam, viszont ma nagyon sok pénzt kerestünk. Ó, az olajnak a beszerzési ára magasabb lett. Ezzel majd mindjárt foglalkozunk, de vegyünk fel hitelt. Azt mondja, hogy 750, hú, azt mondjuk, az jó sok. Azt mondja, hogy ha 5 napra vesszük fel, akkor 787-et kell fizetni napi 157-tel. Szerintem vegyük fel 10 napra. Jó, és akkor ezt most nagyon ügyesen kell csinálnunk, mert csődbe is tudunk menni. Szóval kell egy fridge. Mindenféleképpen. Oké, és kellenek, ha van szállítási költség, igen, akkor egyszerre kell megrendelnünk a fridge-t. Lehet, hogy azt mondanám, hogy még egy polc, de nem, inkább termékekbe fektessünk. Amit nagyon sokan, várják, kell igazából minden. Kell, minden kell. Igazából minden kell. Mindenből tudok egyet rendelni, lesz annyi pénzem. Ó, akkor mikor lett max? A bottled water és a cheese bent még be, akkor ezt megvesszük. Akkor ezek kellenek még. Így. Na nézzük, ezt nézd! Szétdőlt, hát de kidőlt az utc... Ú, hát ezek kidőlt az utcára. Hogy kell forgatni? Így. Na, és akkor ahogy mondtam, hogy az ajtóhoz. Öcsém, így kipakolni ez a sajt?
Ez a legalsó polcra mehet a sajt. Hú, ez kemény lesz ezt feltölteni. Víz az legfelső polc. Evian. Ó, a legfelső két polc a víz. Lehet, hogy még egy hűtő kell lesz. Árakat utána állítunk. Jó, hol volt a kenyér? Kenyér itt. Tessék kipakolni. Nagyon jó. Ilyen szállítót, hogy kidobják az útra. Na, susu. Örök favorit termék a susu. Aj, most nagyon feltöltsük a bótot. Itt is lent még susu volt. Most nagyon szépen fel lesz töltve a bolt. Szóval tejcsi. Ide. Á, nem igaz, hát ez így nem lesz jó. Akkor tojás hova fog menni? Akkor kell még egy hűtő, mi? Akkor meg... Ah! Jó, itt gondolom megromlik, nem? Hogy ez ennyire nem ilyen játék? Mert akkor itt hagyom azt, akkor majd bepakoljuk. Csokapik! Sztár termék! Az beteszi alulra. Ja, Istenem. Ezt jobban megcsinálták volna. De egyébként lehet, hogy mindjárt rendelek még csokapikot, hogy jó nézzen ki. Na, hol volt a paszta? Itt lent. Jó, ez is kipakolva. Na, és akkor itt van a toigli. Amit nagyon-nagyon sokan kerestek. Jó, az befér. Az befér egy. Úr, nagyon kíváncsi leszek. Hogy ez most már hogy fog fogyni. Új termék még a kávé. A boltunkba, ami jöhet ide a susu felé. Sém a pap... Hú, de idegesít a papucsom! Esik le a lábamról, bocska. Jó, a kávé. Ez mi? Tea? Hú, de jól kinéző teák. És milyen szépen kipakoltam. Jó, lisztecske. Ez se fér el. Ide, kirakom, tuti megrom. Még egy liszt. Két, ja, jó van, itt még van hely, de két doboz disztet vettem? Észre se vettem. Na, és olaj. Égyni. És kenyér? Várjál már, még kenyér az nem is jött. Kenyér meg akkor veszek még egy fridzst. Nem erre akartam elkölteni a pénzt, de oké. És akkor még abba beleférnek a cuccok. Ja, és akkor van minden. Így. Ez most nagy lutri és egy nagy befektetés, de... Hát ez állt most a növekedésünk útjába. Jó, itt mi van? Ez liszt. Az még mindig itt marad, de a tej volt az, ami ígyni. Jó, és akkor kenyér. Sztár termék. Na, árazzunk. Kezdjük innen. Azt mondja, hogy marketba $2, én akkor 3-ért adom. Marketba 2, 3-ért adom. Tojás 4. Sőt, akkor adhatjuk 5-ért is, mert alapból magas. Sajt 3. Nagyon jó. Tej, 3. Oké. Okay. Ezekre azt írták, hogy az olajnak ment fel az ára. Igen. Azt most már akkor $6. És várjál, kávé. 10. Úristen, hát akkor ez vagy $14-ért mehet. Meg ez 4, akkor ez meg 5. Sőt, ez legyen inkább 6. Érdekes árazási technika, tudom, de végre kinyithatjuk a boltunkat. És akkor ne felejtsük el azt, hogy a purchase a new section your computer, expand the store. Hát azt én még nem akarom, még inkább én csak a billeket fizetem meg ilyenek. Van ma is, nagyon jó. Hú, de várjál, station hiring, majd cashier-t, meg ilyenek, tű. Lesz itt lehetőség, a listből van, még van egy darab, de várjál, már van neki polchely. Na, izgalmas új termékekkel teli boltunkba, üdvözlöm az első cicababa vásárlót. Olajat vesz, azt már ki is fosztotta az csepacat. Too expensive a bottle of water. Na, jó, mindjárt ránézek, mi van, de hát ez nincs csak az első vásárló. $38 kell neki visszaadnunk. Inni. Mindjárt nézzük, hogy senki nem vesz-e bottled vizet, mert akkor lehet, hogy tényleg túl drága. De várjál már, mennyi alapból? 2,13, tehát a 3-mal egyáltalán nem lőttem annyira felé. Az összes többi nem van, sokkal nagyobb profit van rajta. Ú, a tej nagyon fogyó termék lett, úgy látom. Too expensive a dark roast. Mondjuk azt tényleg eléggé feltoltam. 10, akkor legyen 12. Lédni. Nagyon jó, így egyre nagyobb vásárlások jönnek, hála az égnek. Köszönjük szépen! Mennyibe kerülne amúgy az új szekció? Csak nézzük meg. Hogyha már azt kell csinálni. 5.50-ért tudok új produktokat, és akkor grow section 2, 3.50. Majdnem meg tudjuk venni, csak igazából jelenleg még nincs rá szükségünk, mert még így is rengeteg polc üres hely van. Tea az nagyon jó. Mr. Smith megvásárolja a teáinkat. Köszönjük, Mr. Smith. Na, vegyetek már egy vizet, hogy csak az a csaj volt hisztis.
hogy neki drága a víz. Sajtos tésztát fognak csinálni, most látom. Mi az semmi, jó. Azt hittem a víz kelendőbb terméke, mondjuk tutti juice kéne, hogy legyen. Az nincs. Kávé, nem, susut vesz. Ó, és vettek vizet is, jó van. Na, akkor ennyit erről. $32. Parancsoljon. Hogy fogy a víz? Nesze neked, bank card. Az idáig majdnem a legnagyobb vásárlásunk volt? $38. Jó napot kívánok. Parancsoljon. Már 4,24, csak ugye ne felejtsük, hogy majdnem minden nap 200-at levesz a bank, meg még vagy 30-at a játék, tehát 2,30 az alapköltség. Az alapköltség. A hölgyek... Nem. Nem drága az a kávé. Nem az. Nem az. Oh, de ilyenkor úgy fejlegesít. Oda megyek, megnézem megint. Azt mondja, hogy 10,48 lenne. Adjuk 11. Most vettem meg. Az istenit, ez most vettem meg 12-ért. Jövök. Igaz? Na hát ennyit erről. A hölgy csak bepróbálkozott, hogy hát ha azért meg kitette a melleit, azért majd izé lesz. Ócsóbban adom neki a dolgokat. Pasta, nem expenzív a pasta! Nagyon jó árban van. Úgy van, vegyél lisztet, azt majd megcsinálod vízzel. Sajtos víz. Hú, ez nagyon vásárolt itt most. Csokapik az még mindig sztár termék. Nem tudom, hogy van ilyen statisztika a játékban, azt tökre megnézem, hogy mely termékekből fogyik a legjobban. 4,71, köszönjük szépen, hogy jött. Sajnálom, hogy a játék azt írja, hogy az a következő, hogy meg kell vásárolnunk a nagyobb helyet. Pedig szerintem tök jó lenne még először felvenni, még nem tudunk embert. De esetleg új cuccokat se tudunk, úgyhogy úgy látom, hogy az lesz a... Úgyhogy akkor vásároljuk meg. Ó, ennyivel nőtt a bolt? Hú, de jó, ez így most jó hülyén néz ki, mindegy, majd használjuk. Jó napot kívánok, jó napot kívánok, $16, visszajáró, köszönjük. Ó, maguk ugyanolyanok, ikrek. Ikrek voltak nálam, 92. Ikrek voltak nálam vásárolni. Parancsoljon, uram. Ú, mekkora bevásárlás. $41. Szerintem ez volt idáig a legnagyobb bevás. A kávé ahhoz képest, hogy drága, nagyon jól fogy. Nagyon-nagyon jól fogy. Hagyjál már, hogy a víz az drága lenne! A hűtőből annyira nem fogynak a termékek amúgy, mint amennyire keresték. De az alap sztár termékek még mindig nagyon mennek. Parancsoljon, uram! 13. Köszönöm szépen, már megyeget le a nap. Felkapcsoljuk a lámpicskut. Na mégis, az esti tej. A csokapikhoz a tej az finom. Amúgy át fogom akkor variálni, mert mindenki először ide jön, és aztán oda, úgyhogy át fogom tenni a hűtőket hátra. Mert az a sorrend, amiben mennek. Valamire én fordítva gondoltam, látod, most is elment hátra. Az nem vett semmi? Adjál már, hogy drága lenne a víz. 2,13-3-ért egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Nem akarok itt 50 centekkel szenvedni. Kerek árakat szeretnék csinálni, ez a kerek árak boltja, jó? Amúgy akkor a facing-je a boltunknak is nagyobb lett. Wow, 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 meg megváltozott. Úgy semmilyen üresek néz ki így, de se baj. Na, a tészta nagy... Tészta el is fogyott, vagy van még? Mindjárt megnézzük. Na, itt veszik a vizet, látod? Parancsoljon. Elfelejtetted a tojást a reggelihez, mi haverom? Na, ne, elfogyott a tészta, látod? Tészta az nagyon fogy. Van még gyorsan tudok rendelni? Nem, egy terméket nem rendelek. Majd holnap reggel. Na, utolsó vásárlókat várja a kerek árak boltja, a Tutti Store. Utolsó vásárlók, láthatáron. Halálfejes úriember. Meg akar ölni, vagy még vásárolni szeretne? És vásárolni szeretne halálfejes úriemberünk. Mit? Egy susut. Nem, egy teát. Nagyon jó. Köszönjük szépen a kedvességét, szép estét a gyógynövényes teával. Én megyek, bezárom a bo... Ide jössz még? Ó, hogy az Isten áldjon meg. Mármint természetesen várjuk vásárlóinkat. Este 9 óra után is. Ez biztos, aki való életben boltban dolgozik, az alá tudja támasztani, hogy van ilyen. Aki még záráskor bejön, hogy na léci. Na léci. $8. Nem volt paszta, sajnálom.
Most már viszont bezártam. Inni. Finish! Oké, okay, 281 haszon még így is, srácok. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Remélem tetszett nektek ez az epizód. Hogyha igen, akkor veressetek egy óriási lájkot, ha nem, nyugodtan egy diszlájkot. Ezért ez minden, azért remélem tetszett, nem felejtjétek el. Az isteni tutti frutti ízű, dítő italokat, tutti zsúzok legyenek veletek minden egyes nap. Szevasztok!